Több mint 3600-an szereztek eddig nehéz gépjármű és autóbusz jogosítványt az ingyenes állami sofőrképzésben. Visszafizetési kötelezettsége csak azoknak van, akik nem fejezik be a képzést. A tanfolyamtól függetlenül a szállítmányozási szférában továbbra is hiány mutatkozik a kamionosokból. Magyarországon ez egy mondhatni elég elterjedt szakma, aminek most a, látjuk azt, hogy nagyon nagy a, a hiány szférája, nem gondolom azt, hogy túlzó számot mondanék egy minimum 20%-os hiányjal. Ha nézzük a szállítmányozásra foglalkozó cégeknek a számait, illetve Magyarországon forgalomba helyezett kamionoknak a számát, az akár nagyságrendileg több, mint a tízezer, tízezret elérhető is lehet. Bár a gazdasági válság után könnyebb támogatott környezetben új eszközöket szerezni, a kamionosok inkább külföldre mennek dolgozni a jobb fizetésért. Itt komplex megoldása kell törekedni, nyilván az összefogás az alapja mindennek. Az fontos, hogy akárha csak a furrozók tekintetében nézem, hogy hogy tudjon többet adni, vagy hogy tudja jobban kitermelni azt, azt a terhet, ami ilyenkor mondjuk egy fizetés esetén őt terheli, és üzemeltetni és fejleszteni a gépparkját. Akár a Magyarország jelenleg megengedett ösztömegnek a növekedésével mennénk kalkulálni, ez mondjuk legyen a németországi példa, ahol 10%-a magasabb lehet az ösztömeg a járműnek. Az osztályvezető szerint az állami sofőrképzés fontos, de úgy véli, jobb lenne a tanfolyami oktatás helyett hivatásos sofőröket képezni.